Ülésezett a megyei közgyűlés, több pályázat is zöld utat kapott a Magyarország, Szlovákia, Románia, Ukrajna határon átnyúló együttműködési programban. Közeleg a határidő a gazdáknak, október 31-éig jelenthetik be a gazdák a jövő évre vonatkozó egyszerűsített foglalkoztatás iránti szándékukat. 100 éves a Zrínyi, gálaműsort rendeztek az iskolában, melyen ünnepi beszédekkel és művészeti előadásokkal köszöntötték a jubiláló intézményt. Több pályázat is zöld utat kapott a Magyarország, Szlovákia, Románia, Ukrajna határon átnyúló együttműködési programban. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A közös térségi fejlesztések között jelentős árvízvédelmi és környezetvédelmi beruházások szerepelnek. Többek között megépülhet egy hulladéklerakó a szomszédos Beregszász megyében. A pályázatokról a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés döntött mai ülésén, ahol elfogadták a reformáció 500. jubileumáról szóló önkormányzati határozatot is. A reformáció emlékévében a protestáns egyházak Szabolcs-Szatmár-Bereg megye történetében betöltött szerepéről emlékeztek meg a megyei közgyűlésen. A testület határozatot fogadott el, melyben hálával emlékezik meg azokról, a lelki, szellemi és kulturális emlékekről, amellyel a protestáns egyházak szolgálata mindig is gazdagította a megyét. A reformáció 500. és a magyarországi protestáns egyház 450. évfordulója kapcsán a képviselők kiemelték és elismerték az egyházi közösségek társadalmi szerepvállalását. Azt gondolom, hogy méltó és igazságos, hogy megköszönjük azt a munkát, amelyet a protestáns egyházak ebben a megyében végeznek, és ezt tette meg ezzel a szép gesztussal a megyei közgyűlés. Ezzel egy jel akartunk lenni, mind a múlt, a dicső múlt, akár Károli Gáspár személye, akár az Erdődi Zsinat, akár az a szerepvállalás, amit szociális, karitatív, oktatási téren a református egyház, az evangélikus egyház végez, vagy Nyíregyháza történetében az evangélikus egyház szerepe, azt gondolom, hogy alapvető témát adott ehhez, hogy emellett a megyei közgyűlés egy ilyen jeles és kerek évforduló kapcsán nem mehetett el szó nélkül, és erről szól ez a megyei közgyűlési határozat. A terület és településfejlesztési operatív programra beérkező pályázatokat egy erre létrehozott közgyűlési bizottság értékelte korábban. A toppos pályázatok döntéshozatalát egy 2014-es úgynevezett 272-es kormányrendelet szabályozza. Ez a rendelet többször módosult, melynek értelmében már nincs szükség egy külön bizottságra a pályázatok értékeléséhez, elbírálásához. Megtörtént a kormányrendelet módosítása, és ennek eredményeképpen a megyei közgyűlés mindenféleképpen, utólag ugyan, de mindenféleképpen dönt minden egyes pályázati konstrukcióról, sőt minden egyes pályázatról is. Ilyen értelemben felesleges egy bizottsági előkészítés, magához vonhatja a közgyűlés az egész döntési folyamatot, és így a közgyűlés közvetlenül dönt minden egyes pályázatban. A most megszüntetett bizottság eddigi munkájának az értékelését hiányolta a közgyűlés szocialista frakciója. Azért szerettem volna, hogy értékeljük ennek a bizottságnak a munkáját, mert nem szeretném, hogyha a bizottság helyett majd a megyei közgyűlés ugyanilyen módon hozná meg a döntéseit. Tehát ugye az elnök indoklásában az szerepel, hogy a jogszabályváltozás miatt szüntetjük meg a bizottságot, de nekem a szándékom az az, hogy maga a döntéshozatal is változzon meg. Azaz, ne hagyjuk figyelmen kívül a szakmai értékelést, és szánjunk kellő időt arra, hogy az egyes pályázatok vajon összhangban vannak, vagy nincsenek a megyei fejlesztési koncepcióval. A közgyűlésen elhangzott, hogy ezentúl a testület egésze zárt ülésen szavaz majd a fejlesztési pályázatokról. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye három országgal határos megye több határmenti együttműködési programban is érintett 2020-ig. A Magyarország, Szlovákia, Románia, Ukrajna közös fejlesztései célzó programok között a környezetvédelmi, az árvíz és katasztrófavédelmi beruházásokat támogatta a Jobbik, ám nem szavazott az infrastruktúrát fejlesztő pályázatokról. Én személy szerint és a Jobbik frakciója is úgy gondolja, hogy azokat a kezdeményezéseket, amelyek tulajdonképpen ezeknek az államoknak a vagyongyarapodását szorgalmazza, azokat nem vagyunk hajlandóak támogatni mindaddig, ameddig el nem ismerik teljes értékű állampolgáruknak a leszakított területen érő magyarságot, és itt nem elég az, hogy teljes jogú állampolgároknak, mert hiszen mondhatják azt az ukránok, hogy teljes jogú állampolgároknak tekintik a magyarokat, mert beszélhetnek innentől kezdve és tanulhatnak innentől kezdve ukránul. Csak hát itt a kötelező érvényességről van szó. Nekik tudomásul kell venniük, hogy
azok az ott élő állampolgáraik nem ukrán anyanyelvűek, nem román anyanyelvűek és nem szlovák anyanyelvűek, hanem magyarok. Ameddig az ő jogaik sérülnek, én személy szerint és a Jobbik frakciója semmilyen olyan kezdeményezést nem fogunk támogatni, amely az ő vagyongyarapodásukat eredményezi. A határmenti programokban a környezet és klímavédelem az egyik kiemelt terület. Egy nagyon fontos fejlesztést tervezünk megvalósítani a Beregszászi járásban, a Jánosi településen, a Tisza Európai Területi Társulás segítségével, amely egy hulladék lerakót céloz meg Jánosiban, és ezzel a Beregszászi járás, legalább a Beregszászi járás szabályozott hulladék lerakása megvalósulhat, és így remélhetőleg a Tisza, illetve a határon átfolyó folyók szilárd hulladék szennyezettsége is csökkenhet a jövőben. Ez a pályázati csomag nyújt majd forrást a Tisza, Túr árvízvédelmi fejlesztéseihez, valamint a határon túli területek vízminőségi monitoring hálózata is továbbfejlődhet a Felső Tisza vízgyűjtőjén a közös magyar-ukrán vízrajzi távmérő rendszer korszerűsítésével. Október 31-ig jelenthetik be a gazdák a jövő évre vonatkozó egyszerűsített foglalkoztatás iránti szándékukat, áll a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felhívásában. Az adat bejelentés célja, hogy tervezhetőbbé tegyék az átjárást a közfoglalkoztatás és a mezőgazdasági idénymunkák között. Almaszerés, dohánytörés és még számos mezőgazdasági idénymunka, amelyek igen nagy munkaerőt igényelnek a megyében. A gazdák viszont gyakran szembesülnek azzal a problémával, hogy kevés munkás akad a betakarításkor, akit alkalmazni tudnának. Ezen kíván segíteni a Belügyminisztérium, az Állami Foglalkoztatási Szerv és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara azzal, hogy a gazdálkodók már most bejelenthetik a jövő évre vonatkozó egyszerűsített foglalkoztatásra vonatkozó szándékukat. Ha ezt megtesszük, akkor a munkaügyi központok az illetékesekkel összefogva a hatóságokkal azt próbálják kidolgozni, hogy minden járásban, abban az időszakban, hogy az igényünket megfogalmazzuk, úgy ütemezzék a közfoglalkoztatást, hogy akkor befejeződjenek azok a programok, és felszabaduljanak azok az emberek, akik a betakarításban részt tudjanak venni. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának és a kormányzatnak közös az álláspontja abban, hogy a közfoglalkoztatási programoknak és a helyi idénymunkáknak összhangban kell lenniük egymással. Elkötelezettséggel nem jár, mert ugye nem tudhassuk egy évvel előre, hogy le fog fagyni az alma, vagy milyen termés várható, nyilván majd ezt konkretizálni kell, de a Belügyminisztériumnak, a közfoglalkoztatásért felelős minisztériumnak azzal foglalkozni kell, hogy hol fognak ezek az emberek dolgozni, és nyilván, ha most előre jelezzük ezeket az igényünket, akkor a közmunkaprogramot úgy tervezik meg, hogy erre az időszakra, ahol mi már tudnánk a mezőgazdaságban alkalmazni ezeket az embereket, az a programot befejeződjön. A gazdák október 31-ig jelentetik be a jövő évre vonatkozó egyszerűsített foglalkoztatás iránti szándékukat. Fontos, hogy az igénylésben egy tervezett számot kell leadni. Ez nem azt jelenti, hogy a járási hivatalnak kötelezően ki is kell közvetítenie az álláskeresőket, hanem csak egy jobb tervezhetőség érdekében kell a várható keretet megadni. Az MSZP mai sajtótájékoztatóján a nyugdíjrendszert, valamint a nyugdíjasok ellátásának és foglalkoztatásának igazságossá tételét helyezte középpontba. Egyrészt a nyugdíj minimum összegét megemelnék 50 ezer forintra, másrészt feloldanák a nyugdíj mellett való foglalkoztatás korlátait, és rugalmasabbá tennék a nyugdíjba vonulást. Veres János azt is elmondta, a szerintük jelenleg szinte nem létező rokkant nyugdíj lehetőségét is visszahozná a párt. Politikájuk célja, hogy az alacsony nyugdíjjal rendelkezők nyugdíja ne legyen olyan alacsony, mint a jelenlegi. Ezt a célt szolgálná a differenciált nyugdíjemelés gyakorlata is. A nyugdíjrendszerről mindenképpen beszélni kell, mert láthatóan nagyon sok igazságtalanság és olyan elem van jelenleg a nyugdíjrendszerben, amelynek a módosítása megkerülhetetlen és szükségszerű, és mi azt támogatjuk, hogyha a megyénkben is jellemzően nagy számban élő alacsony nyugdíjasoknak a felzárkóztatása az egy belátható ütemben, belátható időn belül el tud indulni és meg tud valósulni. Idén 100 éves a nyíregyházi Zrínyi Ilona gimnázium és kollégium. Ebből az alkalomból egész évben számos programmal várják az egykori és jelenlegi diákokat. Ma gálaműsort rendeztek az iskolában, melyen ünnepi beszédekkel és művészeti előadásokkal köszöntötték a jubiláló intézményt.
1917. szeptember 15-e. Ettől az időponttól fogadja a Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium egyik jogelőd intézménye a diákokat. Az iskola a 2017-es évben ünnepli fennállásának 100. évfordulóját. Számos programmal, kiállításokkal várják a leendő és egykori diákokat. Az ünnepség sorozat egyik kiemelkedő állomása az október 26-ai díszünnepség. A mai rendezvényünk a legnagyobb rendezvény, hiszen ennek a célközönség a teljes tanulóifjúság, öreg diákok is regisztrálhattak, és természetesen a város és a megye közéleti szereplőit, vezetőit is ide várjuk, úgy, hogy jelen van az intézmény valamennyi dolgozója. De az ünnepségsorozatot egész 10 hónapra, tehát egész tanévre terveztük. Ezzel pontosan az a célunk, hogy a nálunk végzett tudósok, művészek sorsának, életművének a megismerésével mi is töltekezzünk és erőt gyűjtsünk a következő 100 évre. A jubileumi díszünnepség ez zászlóátadást nyitotta meg. A tanulók képviseletében Lukács Nándor, a diák önkormányzat elnöke, míg a sportolók képviseletében Kecskés Kristóf kézilabdázó adták át a zászlót a korábbi nemzedék képviselőinek. A rendezvényen köszöntőt mondott Kovács Ferenc, Nyíregyháza város polgármestere, aki beszédében az iskolában végzett magas szintű oktató-nevelő munkát méltatta. Az Zrínyi Ilona gimnázium 100 éves, ez bizonyítja, hogy itt erre a gimnáziumra mindig szükség volt, mindig minőségi oktatást jelentett, leghitelesebben az itt végzett diákok tudják ezt bizonyítani, hiszen nagyon sok sikeres életpálya itt kezdődött, itt indult, és azt hiszem, remélem, hogy a mostani diákok is tudják, hogy itt az iskolából kapnak egy olyan alapot, amire építkeznek, egy olyan tudást, amit továbbfejleszthetnek, és egy olyan közösséget, ami azt remélem nem csak a gimnáziumhoz, hanem a városunkhoz, Nyíregyházához is köti őket. Kovács Ferenc polgármester azt is hozzátette, jövőre felújítási munkálatok kezdődnek az iskolában. A város közel 200 millió forintos beruházást végez majd az intézményben, és a tankerület is számos fejlesztéssel segíti a gimnáziumot. Az ország valamennyi görögkatolikus végzős középiskolás diákjának szerveztek programot Máriapócson. Az érettségizők zarándoklata címet viselő rendezvény célja elsősorban az volt, hogy a tanulók közelebb kerüljenek egymáshoz, valamint hogy segítséget kapjanak a tovább tanuláshoz. Szakmai előadásokat hallgathattak meg, és tematikus műhelymunkán is részt vehettek. Többek között Miskolcról, Nyíregyházáról és Esztergomból is érkeztek diákok Máriapócsra, az Emmanuel Zarándok Központba. Érettségizők zarándoklata címmel szerveztek végzős középiskolások számára rendezvényt. Az esemény célja az volt, hogy az érettségi előtt álló fiatalokat közelebb hozzák egymáshoz. A mai napon 10-11 oktatási intézmény portfólióját látjuk, ezek között van hagyományos gimnázium, hagyományos, most már azt mondhatnám, hogy szakközépiskola vagy szakgimnázium, tehát maguk az intézmények is nagyon különbözőek. Ami összeköti őket, az most ebben az esetben a görögkatolikus egyház, mint fenntartónak a jelenléte, de ez gyakorlatilag az oktatási struktúrát alapjában véve nem változtatja meg. Tehát nem szabad attól félni, nem szabad attól megijedni, hogy egy egyház intézményben mást tanulnak. Tehát szakmailag azt lehet mondani, hogy egy jó intézmény, amelyeket átvettünk, vagy amelyeket a kezünkbe, hogy közel kerültek, szabad így fogalmazni. Az oktatási jellegük nem nagyon változott, én úgy tudom. Az oktatási intézmények jelentős százaléka ugyanis egyházi kezelésben van. A diákok szerint így nem csak szellemileg válnak éretté, hanem egy stabil lelki támogatást is kapnak a tanároktól. Ez pedig fontos a továbbtanulásuk szempontjából is. Pont egy év telt el azóta, hogy minket így átvett ugye a görög katolikus egyház, és igazából csak ilyen pozitív dolgokat tudnék így emellett felhozni. Tehát nagyon sok támogatást kapunk így az egyháztól, és nem annyira drasztikus változások mentek végbe, mint ahogy azt így nagyon sokan gondoltuk. Tehát nincs ránk erőltetve semmi olyan dolog, amit mi nem szeretnénk, és nagyon barátságosan kezelnek minket, és inkább támogatnak abban, amit mi szeretnénk így elérni. Úgyhogy igazából így pozitív. A pályaválasztás és továbbtanulás kérdése mindig fontos és nehéz kérdés a fiatalok számára, különösen akkor, ha valamiért egyházi iskolában tanulnak. Vannak azok a iskolások, akik azért vannak vallásos iskolában, mert ők maguk szeretnének oda járni. Ők egy nagyon kiváltságos helyzetben vannak, mert egy olyan környezetben tudják nevelni, építeni a hitüket, ahol társra lelnek. Vannak viszont azok a diákok, akik valamilyen oknál fogva belecsöppentek ebbe, vagy pedig valamiért oda küldte őket a családjuk. Ők viszont azok, akik ilyen kettős életet élnek, hogy nem mindig lehet tudni, hogy
ők most ezt csak azért vannak itt, csak azért csinálják, csak azért mennek, mert nekik ez a kötelességük, vagy azért, mert szívből jön. És ők vannak egy ilyen nem elég stabil helyzetben, és őket lehet szerintem egy ilyen rendezvényen úgy megfogni, hogy megmutatni nekik, hogy attól, hogy vallásosak vagyunk, nem vagyunk bezárkózva. A rendezvényen mind a diákok, mind az előadók és munkaadók egyetértettek abban, hogyha valaki egyházi iskolában tanult és nevelkedett, az pozitív hatással van a lehetőségeikre az élet bármely területén. 3D-s mozi segítségével járhatták be Magyarország barlangjait a nyíregyházi Vécsei Károly általános iskola diákjai. A különleges vetítésről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. A legjobb 16 közé jutott a Sunshine Nyikse a HEP kupában, mégpedig egy igazi bravúrral. A nyíregyháziak izgalmas mérkőzésen az MB1B-ben szereplő Eger együttesét múlták felül 70-60-ra. Háromdés mozi segítségével járhatták be Magyarország barlangjait a nyíregyházi Vécsei Károly általános iskola diákjai. Egri Csaba barlangász 15 éve foglalkozik azzal, hogy megörökítse mások számára is a felszín alatti természeti kincseket. Az iskola a modern technológia segítségével szeretné, hogy a diákok modern formában játékosan bővítsék tudásukat. A több mint 4000 barlang közül, ami hazánkban található, mindössze néhány az, amely mindenki számára látogatható. Azonban még ezek között is a legszebb és legértékesebb barlangok védelmük érdekében el vannak zárva a nagy közönség elől. Persze a legtöbb barlang alkalmatlan a bemutatásra, hiszen sokszor szűk, vizes járatok vagy akár több száz méteres mélység vezet a legszebb részekhez. Egri Csaba, a barlangász az utóbbi években fényképezőgép nélkül már sosem megy barlangba, és abból is mindjárt kettőt visz, hogy háromdimenziós fotók segítségével mutassa meg a sötétség birodalmát. 1993-ban voltam először barlangban, úgyhogy most már több mint 20 éve járom a barlangokat, és hát 2002-től kezdtünk el komolyabban a barlang dokumentálásával foglalkozni, és akkor jött ez az ötlet, hogy fantasztikus barlangjaink vannak, amiket kevés ember láthat, ugye ahhoz, hogy ide lejuthassunk, és speciális végzettségek, speciális engedélyek kellenek, amit kevés ember szerezhet meg, és kevés ember láthatja ezeket a felszín alatti természeti kincseket, és akkor jött az ötlet, hogy mégis valahogy ezt beszeretnénk mutatni, és 2002-től kezdtünk el próbálkozni azzal, hogy hogyan tudnánk ezt viszonylag élethűen megjeleníteni, és hát 2010 után jutottunk el odáig, hogy sikerült egy olyan technikát kidolgozni, egy olyan módszert, amivel ezt nagy közönség számára is be tudjuk mutatni. Sötétségbe borult a Vécsei Károly általános iskola tornaterme. A diákok akárcsak egy moziban kíváncsian 3D szemüvegben várják a vetítés kezdetét. Bár most nem egy hollywoodi akciófilmre váltottak jegyet, de tanulmányaik során minden bizonnyal hasznukra válnak azok az információk, amiket a Magyarország Kristálybarlangjai című 3D-s film bemutatón láthatnak és hallhatnak. Egy iskola számára nagyon fontosak az olyan rendezvények, ahol a gyerekek jól érzik magukat, hiszen az a legfontosabb, hogy az iskolába szívesen járjanak be. Ez a rendezvény még azért is nagyon előnyös, mert a kor szellemének megfelelően népszerűsíti a természettudományokat, illetve a természet védelmét is a védett barlangok bemutatásán keresztül. Ráadásul a gyerekek háromdimenzióban juthatnak el olyan helyekre, ahol a valóságban nem járhatnak, hiszen ahogy a barlangász szakember is említette, ezeknek a barlangoknak a bejárása engedélyekhez kötött, illetve nagyon különleges helyeken vannak, sok esetben védett, vagy nagyon mélyen lévő barlangok. A gyerekek pedig hát a legmodernebb eszközökkel, a legmodernebb megjelenítési technikával 3D-ben nézhetik meg ezeket a dolgokat. Folyamatosan figyeli az iskola hasonló lehetőségeket, hogy a mai kor technikai újításainak segítségével a diákoknak még színvonalasabbá tegyék az oktatást, és játékosan, érdekes formában bővítsék a fiatalok tudását. A legjobb 16 közé jutott a Sunshine Nyikse a HEP kupában, mégpedig egy igazi bravúrral. A nyíregyháziak izgalmas mérkőzésen az MB1B-ben szereplő Eger együttesét múlták felül 70-60-ra. A bajnokságban és a HEP kupában eddig magabiztos győzelmeket aratott a Sunshine Nyikse. Kovács Tibor együttese szerda este utóbbiban kívánta folytatni menetelését, ám ehhez ezúttal egy igen komoly akadályt kellett megugraniuk. Az MB1B-ben szereplő Eger együttesét kellett legyőzniük az MB2-es nyíregyháziaknak.
annyik se játékosai cseppet sem ijedtek meg a feladattól, hiszen az elmúlt körben is NB1-B-s együttest ejtettek ki, így felvették a kesztyűt és nagy elánnal mentek fel a pályára. A lendületüket sokáig nem is tudta megtörni a vendéggárda. Az első 5 percben ugyan az egriek tűntek aktívabbnak, de az agresszívan védekező, tudatosan és gyorsan játszó nyíregyháziak felülrölték ellenfelüket. A fél időre már 24 ponttal mentek a hazaiak. Később ugyan olvadt az előny, magára talált az Eger, de annyik se jól tartotta magát, és a végén 10 pontos különbséggel 70-60-ra húzta be a mérkőzést. Tudtuk, hogy az Eger a tavalyi évhez képest gyengült, meghatározó 2-3 játékosuk elkerült a csapaton, végzett ott az egyetemen, de attól függetlenül tudtuk, hogy egy gyors, lendületes kosárlabdát játszanak, viszont a mi stílusunk is ehhez igazodik, illetve hát mi is ezzel kezdtük el a munkát a augusztusi felkészülésre, hogy ezt a játékstílust szeretnénk meghonosítani a csapatunkban, illetve hát a modern kosárlabdának ez is az alapkövetelménye. Egy 2-3 perces kezdeti nehézség után felvettük ezt a ritmust. Több eladott labdánk volt a mérkőzés kezdetekor, nem úgy találtuk a befejezéseket, a megfelelő módot nem megfelelően használtuk ki, de utána sikerült ezen átlendülnünk, és azt gondolom, hogy magabiztosan, és ezt nem túlzva ezt állítani, sikerült hoznunk a mérkőzést. Kovács Tibor szerint mind a csapat összteljesítménye, mind az egyéni megmozdulások kellettek a győzelemhez. A csapat dolgozik a mérkőzésen, mindenki kell, hogy hozzátegyen tegye a magáét, akár labda nélküli mozgással, támadásban és védekezésben, akár a statisztikában szereplő, hogy kidobta a kosarat, kiadta a gólpaszt, de a csapat kell, hogy előkészítse ezt. A természetesen voltak meghatározó játékosaink, azért 3-4 játékos hagy emeljek ki. Itt Bráne Szavicsot, Takács Mátét, Asztalos Istvánt és a végjátékban Groska Ádámot, aki jelentős szerepeket, fontos kosarakat szerzett a végjátékban. A Sunshine-ig sem mellett akár két nyíregyházi csapat is ott lehet a HEP kupában a legjobb 16 között. Ehhez november 3-án a Blue Sharks-nak a Tiszaújvárost kell legyőznie. A bázeli ATP 500-as torna csütörtöki 8-as döntőjében 3 gém után 3-0-ás vezetésnél az argentin ellenfél a világranglistán 50. Leonardo Mayer előbb ápolást kért, majd feladta a mérkőzést. Fucsovics Márton ezzel a győzelemmel a tornán a negyed döntőben folytatja majd, és várhatóan a 83. helyre lép előre a világranglistán. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Több pályázat is zöld utat kapott a Magyarország, Szlovákia, Románia, Ukrajna határon átnyúló együttműködési programban. A közös térségi fejlesztések között jelentős árvízvédelmi és környezetvédelmi beruházások szerepelnek. Többek között megépülhet egy hulladéklerakó a szomszédos Beregszász megyében. A pályázatokról a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés döntött mai ülésén, ahol elfogadták a reformáció 500. jubileumáról szóló önkormányzati határozatot is. Október 31-éig jelenthetik be a gazdák a jövő évre vonatkozó egyszerűsített foglalkoztatás iránti szándékukat, áll a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felhívásában. Az adatbejelentés célja, hogy tervezhetőbbé tegyék az átjárást a közfoglalkoztatás és a mezőgazdasági idénymunka között. Idén 100 éves a nyíregyházi Zrínyi Ilona gimnázium és kollégium. Ebből az alkalomból egész évben számos programmal várják az egykori és jelenlegi diákokat. Ma gálaműsort rendeztek az iskolában, melyen ünnepi beszédekkel és művészeti előadásokkal köszöntötték a jubiláló intézmény. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták október 26-án csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket. A viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk esővel. Ma még nyugatias áramlással változó nedvesség tartalmú, enyhe levegő érkezik fölénk. Holnap délben azonban hideg front érkezik. Az előttünk álló éjszaka többször megnövekszik a felhőzet. Éjszaka párássá válik a levegő, köd is képződhet. Csapadék nem valószínű.
A nyugati szél helyenként megélénkül, majd mérsékelt, változó irányú szél lesz a jellemző. Reggelre általában 9 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben eleinte többnyire erősen felhős lesz az ég, majd felszakadozik, csökken a felhőzet. Eső, zápor egyaránt valószínű. Az északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. Délutánra 13 fokig emelkedik a hőmérséklet. Melegfronti hatás van térségünkben. A következő napok kifejezetten szeles időt hoznak. A legszelesebb a hét utolsó napja lesz. A vasárnap érkező hidegfront miatt nagy területen lehet viharos, 90 km/h körüli széllökésekre számítani. Az időjárás átmeneti csendesedése is csak a jövő hét közepére várható. Csapadékban is lesz részünk a hétvégén. Vasárnap sok felé lehet eső, zápor, de a többi napon is várható kisebb eső, vagy néhol futó zápor. A legtöbb napsütésre a vasárnapi erős front elvonulását követően a jövő hét első napjaiban van esély. Fokozatosan gyengül a nappali felmelegedés, hazánk nagy részén hidegek, néhol fagyosak lesznek az éjszakák.